Így ketyeg az óra, tik-tak jár. Nekem, az én generációmnak és talán még a gyerekeimnek is jelent valamit ez a mondóka, de hogy 10-20 év múlva vajon tudják-e mihez kötni, mondjuk igazi ketyegős órákhoz a gyerekek majd ezt a kis dalt, az szerintem jogos kérdés. És talán az is jogos kérdés, hogy a digitális órák, valamint az okos órák világába van-e relevanciája mechanikus órákkal foglalkozni. Erre legjobban a választ Remes Ferenc, órásmester adja majd nekünk, ő lesz mai vendégem, tartsanak velünk! Az a berendezés, ahogy itt most be van rendezve az órásüzlet, ez az eredeti berendezés. Ilyen volt az üzlet 1937-től 84-ig, a dédapám idejében. Amikor a nagyapám átvette, akkor ő átrendezte, hogy a pult ide előre lett hozva ebbe a vonalba, és a munkaasztala ott volt, ő ott dolgozott. És akkor én is egy évig tartottam azt a berendezést, de én nekem olyan fontos, amilyen volt régen az üzlet, hogy én így megfordítottam és visszaraktam, visszarendeztem mindent úgy, amilyen a dédapám idejében volt. Például, hogy itt volt az ő asztala, itt dolgozott, annyira pontosan, hogy ugye van a satú, és a vitrin ajtót így ki lehet nyitni. És itt van kis benyomódás, amikor kinyitották és hozzáért a satunak. És pont úgy raktam, hogy az ott legyen az a benyomódás. Tehát ennyire részletekben menően én igyekszem mindent úgy, ahogy régen volt. Aki manapság a Király utca 43-as szám előtt elsétál, könnyen lehet, hogy ez a látvány fogadja. Egy kedves arcú, jól öltözött fiatalember áll a kapuban, és kezit csókolommal, vagy jó napot kívánokkal köszönti arra járó ismerőseit. Mondhatni már ez sem egy mindennapi jelenség, ráadásul aki még a boltba is betér, csak tátott szájjal nézi a szem elé táruló környezetet. Itt ugyanis, ahogy ezt az előbb maga Remes Ferenc, a neves pécsi órás család legfiatalabb utódja is mesélte, minden úgy van, ahogy azt közel 100 éve a dédpapa berendezte. Majd erre is kitérünk később műsorunkban, de kezdjük talán ott, hogy miért és hogyan is lesz valakiből a 21. században órásmester. Kivált kép, ha még csak a 20. életévét taposó fiatalról van szó. Lehet még tanulni az órásmesterséget? Lehet tanulni. Nagyon fontos egyébként, ez egy nagyon jó dolog, hogyha valakinek van egy családi háttere, vagy egy ismerős, ahova oda tud menni és tanulni tudja a fogásokat, a tippeket, trükköket, praktikákat. Tehát ez nagyon fontos. Egyébként külföldön van ilyen teljesen átfogó órásképzés is, Ausztriában, Svájcban, de azok nagyon drágák, és hát nem a magyar pénztárcákhoz vannak szabva. Itthon pedig van ilyen egyébként elméleti képzés, meg ilyen enyhe gyakorlat. De te nem ott végeztél. Nem. Nem ott tanultad, hanem nagypapa? Én itthon tanultam, igen. Nagyapámnál, apámnál. Hány éves korodtól kezdtél el érdeklődni az órák iránt? Szerintem én mindig érdeklődtem, tehát vannak régi videófelvételek, mikor ilyen 3 éves voltam, és akkor is a nagyapám mutatta a kakukkóórát, a szerszámokat, hogy csípőfogó, gömbölyűfogó, laposfogó, azokat tanítgatta, hogy melyiknek mi a neve, ugye, és én akkor is nagyon szerettem az órákat, egész életemben mindig. Én mindig órásnak készültem, az akartam lenni. És amikor átvetted a boltot, ez egy nagy boldogsággal töltött el, vagy azért féltél, hogy ilyen fiatalon azért egy egész vállalkozást? Ez nagyon nagy boldogság a mai napig. Én ezért nagyon hálás vagyok az életnek, hogy én ide születhettem ebbe a névbe, hogy Remes Ferenc, és hogy nekem ez a családi hátterem, és hogy én részese lehetek ennek a történelmi dolognak. Ez nagyon fontos, és nagyon jó érzés nekem. És egy kicsit a családról, meg akkor a boltról. Mi a története? Hát a család egyébként, ugye én vagyok a 6. Remes Ferenc. Az első Remes Ferenc, ő még nem volt Remes Ferenc, hanem Franz Remes volt, ő egy bőrgyáros volt Bécsben, egy elismert bőrgyáros. Ő találta fel, hogy az orosz magasított szárú csizmát, azt hogyan lehet Európába gyártani. Nem volt meg a technika, azt ő találta ki. És az ő fia, az én ükapám, ő
ő volt először órás, ő Bécsbe tanulta a szakmát, egyébként csehországi születésű, de már gyerekkorában Bécsbe költöztek a családjából, apja munkájából is adódóan, és ott tanulta ő az órás szakmát. És 1881. augusztusában jött ő ide Pécsre, illetve Magyarországra, mert Pécsre 1882-ben jött, akkor itt segéd lett, órás segéd, és 1887-ben nyitotta első üzletét a Kossuth-Lajos utca 7 szám alatt, ami máma Király utca 61, az Ered féleház. Milyen családi történeteket szoktál hallgatni? Nem mondom, hogy untalan, de azért biztos előkerültek olyan történetek, sztorik, amik azért többször előkerülnek. Igen, hát azért a nagyapámat én mindig unszoltam, nyaggattam, hogy meséljen az apukájáról, meg amit ő régen átélt, ugye, meg tudott, meg neki meséltek, és akkor így nagyon sok dolog egyébként megvan. Lehet, hogy lehetne több is, de másnak meg ennyi sincsen. És örülök, hogy ezek is vannak. Én ezt egyébként le is írtam mindent, hogy meglegyen az utókornak. A dédapám életét leírtam, és én sokszor olvasok ez ügyben, akkor utána nézek, voltam a levéltárban kikérni Remes Ferencekkel kapcsolatos iratokat, abból is nagyon sok mindent megtudtam, hogy a háború alatt az üzlet, ilyen pontosabb dátumok, onnan tudom, hogy az ükapám pontosan mikor jött Magyarországra, mert ő 1903-ban tett el a magyar állampolgársági esküt, június 21-én, egy vasárnapi napon. Milyen származású egyébként? Hát a Remes család az cseh származású, tehát az ükapám, ő egy Lúzs nevű településen született Csehország északabbi részén, és hát onnan jöttünk ugye Bécsbe, Ausztriába, és ő meg Magyarországra. Először Győrbe, aztán Pécsre. Van itt a kirakatban egy fénykép, ugye a régi boltról, igyekszel te is úgy rendezgetni, hogy akkor visszaadja a régi hangulatot. Hogyha belépünk a boltba, ott is egy kicsit ilyen időutazáson megyünk keresztül. Te hol ragadtál meg a múltban igazából? Melyik az a korszak, ami neked igazán kedves a szívedhez, és akkor ezt kitől tanultad? Én nekem ez akkor a legkedvesebb, ez a 30-as évek, 40-es évek eleje, tényleg a legeleje, és a kép, ami meg van, az az üzlet nyitása után az első kép, 1937. október 1-én nyílt az üzlet, és akkor készült valamikor a kép. 1938-ból is van egy pár darab kép, hogy a dédapám áll az üzlet előtt, akkor, hogy mennek be a kunstsaftok. Két kép, hogy dolgozik a munkaasztalnál. Például vettem egy olyan lámpát, amilyen neki volt annak a mására. Egy banklámpát, de nem ez a hosszúkás búrás, ami átlagos, hanem még a kör alakú búrás, és abból is a legritkább kivitel volt neki, aminek nem ilyen hullámos a lámpabúra tartó fém, hanem csak egy ilyen L-alak. És én azt sikerült olyat szereznem, pont amilyen neki volt a képen. Tehát én nekem ez a kor, ami nagyon fontos, és az egész üzlet úgy van berendezve, az a hangulata, ugye eredeti bútorok vannak bent, tehát 37-es bútorok, amik ezekkel nyílt az üzlet. És mindent próbáljuk úgy csinálni, mint ami úgy volt, tehát régi képek, akkor eredeti ilyen óratartó táblák, vannak ilyen árusító táblák, amire a vekkereket kirakták annak idén, azok 90 évesek lassan, és azok vannak még mindig. És ha már Ferenc ennyire felcsigázott minket az itt található régiségeket illetően, pár pillanat erejéig nézzünk ki szét a boltban, milyen kincseket találunk itt. Volt, amikor zárva volt a bolt? Igen. Volt egy időszak? Igen. Akkor miért? Két időszak volt, 1944 évvégétől, illetve 1945, azt hiszem január 3-ától, 1945 évvégéig a háború miatt, tehát előtte akkor betörtek az üzletbe, 43. november 27-én, akkor kifosztották, kirabolták. Arra emlékszik is a nagyapám, tehát mesélte nekem, tél volt, nagy hó, és a dédanyám szánkón húzta be őt az üzlethez, és be volt az ajtón az üveg törve. Bedobták téglával, be volt törve. Tehát erre emlékszik is, meg a dédapám a háborúba volt. És akkor, amikor hazajött, még előtte újra lett nyitva az üzlet. A másik időintervallum pedig, amikor zárva volt, a nagyapám befejezte, leadta az ipart. 2021 márciusában, ha jól tudom,
és akkor zárva volt 2-2,5 évig az üzlet. És akkor te mikor vetted át? Én 2023-ban nyitottam meg nyáron. Ez hogy történt? Tehát itt volt akkor még minden, Igen. Itt voltak az órák, Igen. Már nagyjából Igen. Kitanultad a mesterséget, én, amíg és jött zárva volt az üzlet, én addig is minden hétvégémet itt töltöttem, tehát volt vasárnap este 8-ig, meg szóval tényleg minden hétvégén jöttem, és itt voltam, gyakoroltam, saját órákat csináltam, ugye, meg amik itt vannak az üzletben, azokat rendbe raktam, gyakorolni emezamaz, és akkor igen, és akkor 23 nyarán megnyitottam. Nem volt azért ez mégis egy kicsit félelmetes, egy ilyen fiatal srácnak, hogy egy egész komplett vállalkozás így a nyakába zúdult? Tudom, hogy a te döntésed volt, de hát azért mégis, tehát ez azért felelősséggel is jár. Persze, én nagyon bíztam egyébként magamban, meg hittem, hogy az üzletet még fel lehet virágoztatni. Mert az elmúlt 10-15-20 évben nem igazán volt forgalom. Főleg az utolsó 10 évben nagyon-nagyon kevés volt. Mi a titkod akkor ezek szerint? Mert akkor most úgy néz ki, hogy azért egy stabilabb. Majdnem mindent elvállalok és próbálkozom vele, hogy megcsinálni. Szinte mindig sikerül valamit kihozni a nagyon reménytelen esetekből is. És akkor az elégedett kuncsaftok. Meg tényleg, hogy mindent elvállalok, és akkor inkább hát nem az, hogy szenvedek vele, de nagyon sokat dolgozom vele egy órával, amíg tényleg olyan lesz, ahogy vissza tudom adni jó szívvel, jó érzéssel. Hát most kívánkozik is a kérdés, hogy akkor ez kifizetődő-e? Hogy ennyi munka van mondjuk egy olyan órában, ami lehet, hogy nem tudják megfizetni annak az árát? Hát nem minden esetben, nem minden esetben. De az mindenképpen jó érzés, hogy órának újra életet adtunk. És hogy egy 100 éves óra meg lett mentve, és lett neki adva még idő. Tehát inkább a lelkesedés és ez a fanatizmus is kell hozzá. Az is, nagyon nagy fanatizmus kell, igen, és szenvedély. Tehát órás szakmát űzni szenvedély nélkül nem lehet jól. Nem lehet jól. Nagyon becsületes munkára van szükség, hogy tényleg minden úgy legyen megcsinálva, hogy az jó legyen. És ne éppen működjön, amikor átadjuk a kuncsafnak, hanem tényleg évekig működjön az óra megbízhatóan. Ez nagyon fontos dolog. Meggondolom azért a te személyiséged is vonzó lehet. Szerintem beszélgettek, gondolom. Sokan szeretik, igen. Ugye mindig írok átvételi elismerényt, azt is, az átvételi elismerény olyan, mint ami volt 60 éve. Tehát szinte ugyanaz, a cím más, mert ugye Kossuth Lajos út volt a háború utántól egészen rendszerváltás utáni évekig. És én ugyanolyat írok, ugyanazt csináltam, én szerkesztettem, és töltőtollal töltöm ki. És az én írásom is ilyen kaligrafikus, tehát én néztem, hogy a dédapám hogy ír, és az ő vonalvezetését, betűformálását én tőle néztem meg, úgy lesz Cuzánnal egyébként, hogy hogy írtak régen, ugye ez a kaligrafikus írásmód, hogy dőlt, szép, díszes, úgy írok, és akkor volt, hogy valaki jön, és akkor, hát én ezt beszkenneltem, ez olyan gyönyörű, hogy mindenkinek mutatom a cégnél, az összes ismerősömnek elküldtem, hogy van még, aki így ír. Tehát vannak ilyen dolgok, és egyébként nagyon jó érzés, tehát nagyon feltölt, lelkileg erőt ad, hogy tényleg ez, hogy jó úton járok, jó az, amit csinálok, és tényleg igyekszem is mindent így. Hát mindenhol csupa szépség övesz téged. Említetted, hogy a családnak megírnád a történetét, ezt majd szeretnéd kiadni is? Nem gondolkodtam még ezen egyébként. Tehát a dédapámnak leírtam az életét, van még pár dolog, amit bele lehetne írni, meg ugye az egész remes család történetét, hogy ugye jöttünk Csehországból, akkor Ausztria, akkor a szépapámnak, az első Franz Remesnek le van írva írógéppel az élete. Leírták annak idején, az ükapám féltestvére. És tehát azért kevés van ilyen, aki a ő egyébként 1840-től 1894-ig élt, tehát aki egy akkor élt családtagról ennyi mindent tud, hogy 10 oldalnyi írógépelt szöveg, ami teljes élete le van írva, az nagyon kevés azért úgy gondolom. Azt hiszem, Ferenc már eddig is kellőképpen elbűvölt minket modorával, tudásával, és úgy unblock egész egyéniségével. Engem azonban nem hagyott nyugodni kíváncsiságom, nagyon szerettem volna megtudni, hogyan szorul egy ennyire fiatal fiúba ennyi kifinomultság és szép érzék. Hát, ezzel folytattuk tovább. Nagyon figyelsz a részletekre, meg a stílusod is egészen kifinomult, egészen elbűvölő. Ez csak te vagy ilyen volt a család,
A dédapám az ilyen volt. Tehát én mikor kicsi voltam, és láttam róla a képeket. És akkor, hogy nem, nekem ő lett a példaképem, így öltözködés tekintetében, ő is minden nap ingbe volt, nyakkendőbe, öltönybe, élete minden napján. Tehát van kép, még a meccseken is abban van az erdőbe, csokor nyakkendőbe. Tehát én tőle, én ő miatta vagyok ilyen. És így fiatalként, hiszen nagyon fiatal vagy, ezzel a stílussal, hogy érzed magad ebben a világban? Vagy bekuckózol ide a kisboltba, igen, és igen, én addig vagyok boldog, amíg én itt vagyok a kis üzletben. Mert akkor így én itt el vagyok a saját kis világomban, a régi világban, amilyen akkor volt, nincsen nagyon ugye semmi modern dolog bent, és ez egy jó érzés. Aztán kijövök, akkor kicsit elszomorodom, hogy ilyen a világ, ilyen a környezet, de ott bent ott nagyon jó. És igyekszem kívülről is mindent úgy, amilyen akkor volt régen. És akkor mivel töltöd a szabadidődet? Hát én itt vagyok szinte minden nap az üzletben, tehát szombaton is, vasárnap is sokszor itt vagyok, bejövök órákat, minden nap bejövök fölhúzni ugye a mechanikus órákat, főként azok javításával foglalkozom, és ugye azokat naponta kell húzni, pontosítani, állítani, és akkor azt minden nap elintézem, tehát vasárnap is bejövök. Ha másért nem, akkor emiatt mindenképp. Említettük ezt az 1937-es képet, gondolom akkor még nagy volt itt a forgalom, hiszen csak ilyen órákat lehetett kapni. Most a digitális világban mennyi kuncsat van? Hát egyébként szerencsére vannak, tehát én úgy el vagyok. Jó lenne, ha több karóra javítás jönne, mechanikus karóra, zsebóra javítás, annak örülnék, ha még lenne pluszba. De egyébként nem panaszkodom, tehát szerencsére, hogy így tudomást szereznek szépen lassan az emberek arról, hogy én itt vagyok, megnyílt az üzlet, és akkor jönnek. Van sok visszatérő kuncsaft is, van, akit más ajánlott, annak is nagyon, azért is nagyon hálás vagyok, és örülök neki. Gondolom van egy olyan réteg is, aki gyűjti az órákat. Gondolom, ők azért sűrűn járnak hozzád. Hát szoktatok eszmét cserélni? Te gyűjtesz? Van. Én egyébként nem nagyon gyűjtök, mert annyi van itt is az üzletbe, egyébként, hogy nem nagyon. Meg én a régi órákat szeretem. És én a régi dolgom is azt szeretem, ami hibátlan, új állapotú, mert régen is szép volt. Tehát én egyébként nem szeretem a régi bútorok, ami kopottak. Mert az, amikor annak ideje volt azoknak a bútoroknak, akkor azok szépek voltak, újak voltak. Tehát én ezt szeretem. És a régi órákból is, amik újak, szépek. Tehát karórám is, ez egy 40-es évek végéről egy IVC, de nagyon szép, hibátlan, új állapotú. Most pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy milyen óra van rajtad, hogy ezt örökölted-e, vagy saját magad választottad? Ezt saját magam választottam, igen. Ez egy 40-es évek végéről egy IVC Schaffhausen. Hogyha például elmész kirándulni, ugye mindenkinek van ilyen happy, hogy mit néz meg, betérsz más órásokhoz? Vagy mondjuk egy pécsi vásárba szoktál nyitott szemmel járni, hogy ott mik vannak, ilyen régiségek? Voltam párszor, de nem találtam nagyon szépeket, vagy ami nekem tetszen, és ezért úgy, hát nem az, hogy elment tőle a kedvem, de úgy így a vásárban nagyon nem. Egyébként a kirakatoknál megállunk, megnézzük őket apámmal is, őt inkább érdeklik jobban ezek a modern órák. Én ugye, mint említettem, én inkább a régieket szeretem, az Art Deco stílust, a 30-as, 40-es évek óráit, azok a kedvenceim. Apám, mondom, érdeklődik ezek az új órák iránt, akkor mond róla ezt, azt, amazt, megnézzük, konstatáljuk, melyik, ami nekem tetszik, melyik, ami ő neki, és akkor ez. Hát itt tényleg minden berendezésnek van múltja, talán még ennek a széknek is, amin ülünk. 37-es széke. Tessék, igen. Milyen eszközökkel dolgozol? Hát nagyon sok régi szerszám van, szinte minden szerszám régi, tehát vannak még az ükapámtól szerszámok, amit ő használt 150 éve. 120-150 éve. Ezeket egyébként be lehetne most szerezni, ha mondjuk valami meghibásodna? Hát nem nagyon. Hagyatékból még talán lehet őket szerezni, de nagyon keveset. Tehát amik az ükapámtól vannak, az olyanokat nem nagyon. És ha már ennyire értékesek és régiek ezek az eszközök, mi sem haboztunk, visszamentünk a boltba, hogy szemügyre vegyük, mivel dolgoznak itt közel egy évszázada a Remes családtagjai. Látjuk itt ezeket a szerszámokat, nem minden nap találkozunk ilyenekkel, amivel dolgozol. Egyébként ez a munkaasztal? Igen. Ezekkel, amit itt látunk. Ez egy szegecselő készlet, más néven mi punzni készlethez
Uznikészletnek hívjuk, ugye sok német kifejezést vettünk át így az órás szakmában, órásságnak ugye a szaknyelve, az anyanyelve a német. Ez is egy nagyon régi egyébként, ükapámé volt még valószínűleg, benne is van Remes Ferences pecsét. Akkor itt van, ebbe foltbenzin van, ugye az órák tisztításához használjuk, különböző olajok, zsírok, ugye ez így néz ki, akkor itt mindegyikben másik viszkozitású olaj van, tehát más a sűrűsége neki. Ez miért fontos? Hát ugye az órák, az óraolajok 1-től 5-ig vannak skálázva, 1-es a legvékonyabb, 5-ös a legsűrűbb. Minden nagyságú alkatrészhez más olaj kell, meg milyen az adott alkatrésznek a szerepe, amit az órába betölt. Tehát egy karórához, a futókerékrendszerhez 1-es olajat használunk. De a rugóhoz, rugóházmaghoz oda 3-as olaj, illetve a fali óráknál is 3-as, meg 4-es olajat használunk. Ezek az eszközök, itt van-e valami olyan, ami érdekes lehet? Például, ami érdekes, ez a spirituszlámpa, ez is az ükapálmé volt, tehát ez is egy nagyon régi szerszám, eszköz, és sokat használom relatíve. Ugye amikor kell láng, folyamatos láng, akkor ezt szoktam begyújtani, például a rugót kilágyítani, mert úgy lehet a hajtórugót akkor utána megmunkálni. Kifúrni, kilukasztani, reszelni, hajtani, hogyha az ki lett előtte lágyítva. Akkor itt van egy csavarfej rendbetevő készlet, ez is az ükapálmé volt, benne van még a pecsétje, ezt is szoktam néha használni, és ez egyébként a dédapámnak itt volt az asztalán 1938-ban is. Tehát ez ugyanígy itt volt, mögötte ez, akkor itt a spirituszlámpa, ezek is azért vannak főleg itt, mert hogy neki is itt volt, és mint mondtam, nekem nagyon fontosak ezek a dolgok érzelmileg. Akkor szerkezet, tartó gyűrű készlet, ugye erre tesszük rá a szerkezeteket, amikor szereljük az órát, amikor javítjuk az órát, mert itt tudjuk jól megfogni. Most az jutott az eszembe, hogy azért rendben van, ott van a tudás mögötted, de mondjuk kellenek olyan fizikai adottságok is, amitől egy órásmester jó mester lesz. Gondolok itt a finom motorikára, ugye nagyon finom mechanizmusokkal dolgoztok. Mikor húzza le a rolót az órásmester? Ha mondjuk már elkezd remegni a keze, vagy mondjuk a szeme, most már nem olyan, mint régen? Igen, valamelyik dolog a kettő közül. Tehát nagyon fontos a biztos kéz és a jó látás. Tehát egy ideig ugye az ember húz szemüveget, akkor van a nagyító, kisebb dolgokra, de például a dédapám is azért hagyta abba a munkát 78 éves korába, mert nem látott már rendesen, nem tudott dolgozni. Tehát van, akinek ez a gát. Nagyapám látott végig, meg a keze is jó volt, ő neki a kedve ment el 80 éves korára. Tehát ő 80 éves vagy 81 éves koráig ő dolgozott. Itt volt az üzletben napi szinten. 60 évet dolgozott itt. A dédapám is az egész életét 78 éves koráig dolgozott. Érdekességekből azonban szinte kifogyhatatlan ez az alig 5 négyzetméternyi üzlet. Megyünk hát tovább, hogy Ferenc a Nagybecsben tartott mesterlevélről, és végül a fali órákról is meséljen nekünk. Ki volt ez a mesterlevél? Ez a dédapámé volt, 1937. május 5-én kelt. Akkor tette elő a mestervizsgát ugye az üzlet nyitása előtt, és az üzlet nyitása után pedig az ékszerész mestervizsgát is letette. Hány éves volt ekkor? Ő 36. Na, hát 35-36. Akkor te fiatalabban kezded. Ő fiatalabban kezdte, ő már második elemista korától a fali órákat pucolta. Aha. Tehát ő is beleszületett ebbe a szakmába, apja kérésére lett órás. Dédapám, ő vasutas szeretett volna lenni, és akkor apja mindig mondta neki, hogy fiam, hogy órás legyél, az én kedvemért órás legyél. Ilyenek, és hogy órás lett. De soha nem bánta meg, tehát ezt mondta is, van rádió interjúja neki a dédapámnak, és ott is elmondja, hogy soha nem bánta meg, hogy órás lett. Itt sorakozik egy pár fali óra, ők mire várakoznak? Javításra várnak, illetve az, hogy a kedves tulajdonosuk elvigye őket.
valamelyik már kész van, de általában még javításra várnak. Nehéz munka egyébként fali órákat? Nehéz. Nagyon sok el van kopva a szerkezete, ugye ezek kb. 100 éves órák, így átlagban van 120 éves is, 150 éves is, és ugye sárgaréz alkatrészekből készült, és nem voltak sokat szervizelve, tehát a 100 év alatt jóha voltak kétszer, és nagyon-nagyon elkoptak. És azokat te újra tudod formába hozni, vagy pedig van, amikor cserélni kell? Tehát egy ilyen régi alkatrész? Jó lenne valamikor cserélni, de nem nagyon lehet. Van pár alkatrész, amit lehet cserélni, ilyen például az ingarugó, meg a hajtórugó, ami ugye az órát hajtja, hát a rugóhajtás órák, nem a súlyhuzamunál, ugye a régen bélhúr volt, most is talán lehet Németországból bélhúrt rendelni, de akkor sokszor damilt teszünk, ezeket így lehet cserélni. És akkor van egy különleges köztük, na arról mesélj. Igen, hát ezt az órát, ezt az ükapám adta el újonnan, kb. 120 éve. Tehát az 1890-es években, az ő saját üzletébe, mert annak idején úgy volt, hogy az órás megrendelte a szerkezetet számlappal a német, vagy hát valamelyik óragyártól, ez egyébként egy német Gustav Becker fali óra, de nem Németországban készült a Fekete-erdei gyáregységben, hanem a sziléziai gyáregységben készült kimondottan ez a szerkezet, és akkor itthon, itteni asztalosokkal csináltattak neki tokot. És akkor, hát innen van ez az óra. És egyébként az a története még egy érdekesség, itt voltam a nagyapámnál több mint, hát kb. Fél évet, és egyik este zárás előtt bejött egy ember, hogy most jön az Ágoston téli plébániáról, és ott látott az irodában egy ilyen Remes Ferenc feliratos órát. Hú, olyan extázisba estem, hogy hát ezt meg kell nézni, ezt látni kell. Akkor el is mentem, megnéztem, hogy mi a nyitvatartás idő, hogy kedden, szerdán, nem tudom, 9-től délig, most mondtam valamit. Első adandó alkalom, akkor el is mentem, hú, tényleg ott van. És akkor kérdeztem ott az ügyintéző hölgyet, hogy ki ez az óra, vagy kitől tudni megkérdezni, ezt az órát eladná nekem, vagy érdeklődni, szóval valami. És akkor mondta, hogy a Szent István plébániának a plébánosái, úgymond, tehát az Ágoston tér is hozzájuk tartozik, és akkor, de mondta, hogy idén már ne zavarja, mert december második felébe volt, vagy közepén, hogy majd az új év első napjaiba. És akkor az új év első munkanapján, tényleg január 4-én én föl is kerestem a plébános, vártam rá egész délután, míg hazajött, és akkor elmeséltem neki a történetet, és hogy hát adja el nekem, mennyire adnál ezt az órát. Akkor hát, hogy akkor mit tudok érte hozni cserébe, másik órát, mondjon egy összeget. Mondta, kifizettem, holnap mehetek az óráért? Mehet. Holnap reggel 9-kor nyitásra ott voltam az óráért, és akkor elhoztuk, akkor megcsináltuk, hogy működjön, és akkor azóta megy, ez mindig jár az üzletben, ez mutatja a pontos időt. És nekem ez a kedvenc órám. Ez a kedvenc órám, amit semmi pénzért nem adnék oda. Tehát 10 millió forintért se. Úgyhogy ér 100 kötőjel 150 ezer forintot. Semmi. Ez az ükapám órája volt, illetve ő adt el újonnan. Rajta van a neve, Ferenc még CZ-vel, olyan régi. Soha. Van még tudomásod, hogy egyébként a családi hagyatékból, akár óráról, akár bármilyen eszközről, amit még szeretnél visszaszerezni? Persze, mert voltak ugye több ilyen fali óra, sok volt, ilyeneket árult, de nem tudom, hogy hol vannak ilyen órák, ugye nem tudom, hogy kinél lapul. Esetleg Wecker óra, ami rajta van a név, nekünk is van, de azok egy típusúak, az a pár darab, de régen minden óra úgy jött Weckerek. 30-as évek végén, mert az volt egy szokás, vagy hát volt egy ilyen dolog, hogyha 50 órát rendelt valaki a Kinzle, Junghans vagy a Maute óragyárattól, akkor azok számlapjára ráírták órás nevét, címét. Tehát jelen esetben Remes Ferenc órás és ékszerész Pécs, Király utca 41. Akkor még 41 volt a házszám, most már 43. Neked milyen terveid vannak még így az életben? Itt lenni az üzletben és dolgozni is. Végigvinni azt, amit a dédapám csinált az egész életében, meg az ükapám is, hogy ők ketten büszkék lehessenek rám. És ha majd lesz gyerek? Akkor neki átadni a szakmát, az üzletet, és az egy nagyon nagy boldogság lesz.
Mai műsorunkban ezekkel a biztató gondolatokkal búcsúzunk, valamint még egy utolsó szépséget is tartogattunk a végére, ha nem is a Remes család nevével ellátott, de mindenképpen egy impozáns és igen régi órát szólaltattunk meg önöknek múltidézés gyanánt. Thank you.